nincs egy ilyen, hogy leülünk egymással, megbeszéljük, hogy oké, vitatkozunk, nyilván én is győzni akarok, te is győzni akarsz, de a legfontosabb az, hogy az ország győzzön. És akkor nem fogjuk tönkretenni az országot csak azért, hogy a végén majd én vigyem magammal a felét. Aki azért igazából az országnak a javát akarja, az nem képes a másikra tényleg a gonoszként tekinteni, hanem leül vele, és belenyugszik abba, hogy lehet, hogy most az én hatalma meg fog kopni, de az országnak viszont jó lesz. De ez a fajta, a párbeszédnek ez a fajta kultúrája szerintem egyre inkább kikopóban van. Sokan vagyunk egy közösségben, a irányítónak a feladata nem az, hogy egy foci meccset lejátszon, és legyen egy győztes, a többi meg pusztuljon, hanem az, hogy a közösségnek a javát maximalizálja és optimalizálja.